Hatalmas traktorok és pótkocsis szállító járművek dübörögtek végig Gyöngyös falu és Lukács háza főutcáján. Hosszú volt a szüreti felvonulók sora, hiszen a szervezők felhívására sokan akartak részesei lenni az idei mulatságnak. Tavaly a pandémia miatt sok más rendezvénnyel együtt ez is elmaradt, pedig a településeken régi hagyománya van a szőlőtermesztésnek és a szüreti bolondozásnak. 20 éves hagyományra tekintünk vissza, készültünk itt most a modern kori táncokkal és a hagyományos magyar néptánccal. Megláthatjuk itt a Rába Köziviseletet, szőlőkirálynőt választottunk, és borbarát hölgyek is itt vannak velünk. A két falu közös programja Gyöngyös faluban a tornacsarnoktól indult, a különböző település részeken 6 helyen állt meg a menet, hogy a jó hangulatról gondoskodjanak. Kisbíró kidobolta a Gárdonyi Gézát, Kányádi Sándort, Reményiket, azt hiszem még ki fogja dobolni Adit, és minden egyéb hasznos információt, tehát hogy egy kis kultúrát is sülítsünk ebbe az egészbe. Felléptek az óvodások, a Vigyorkák és a Derű Néptánc Együttes apraja nagyja is. Verdültek a szoknyák, ropták a táncot a lányok, akiknek Rába Közi viseletét itt láthatta először a közönség. A lányok, asszonyok közössége még ruhát is varratott magának. Nagyon készültünk, itt a fiatalok is, és van egy varónőnk, egy aranyos kis varónőnk, aki egy héten belül elkészítette a lányoknak a ruháját. A formája egységes a színek kívánság szerinti a mulatságra készült ruháknak. Valaki szerda este hívott fel, hogy kellene neki gyorsan egy ruha, aztán péntekre elkészült. A település részek megálló helyein a vendéglátás sem maradt el. Kis Csömötén például a Lukácsházi Boszorkányok Egyesülete várta finomságokkal a menet résztvevőit és az érdeklődőket. Minden állomáson szokott lenni ételkínálás. Ezt általában kapjuk az önkormányzattól a hozzávalókat, de persze mindenki hozzáteszi a sajátját és egy kis sütemény, egy kis pogácsával. Úgyhogy igen, mindig készülünk. A Lukácsházi Borbarát Hölgyek Egyesülete a Nagycsömötei Haranglábnál látta vendégül a menetet többek között tavalyi borral. Hát reményeink szerint jó lesz a termés, bár az év elején az őzek nagyon nagy mennyiséget lelegeltek a szőlőkből, a hajtásokból, de úgy néz ki, hogy mégiscsak jó termés lesz az idén Lukácsházán. A két falu közös születi mulatsága élő zenével és tombolával zárult.